Nemzetközi akkreditációs tanúsítványt kapott a főiskola. Csépe Valéria, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság elnöke, március 20-án adta át Orosz Ildikó elnökasszonynak és Csernyicskó István rektornak azt a hivatalos dokumentumot, amely szerint igazolja, hogy a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola akkreditált felsőoktatási intézmény. Csernyicskó István, a rektor kiemelte. Az eljárás azért is volt fontos az intézmény számára, hogy lássuk, hol tartunk a minőségbiztosítás területén, hol tartunk az európai felsőoktatáshoz mérten, és megfelelünk-e a 21. századi felsőoktatás támasztotta követelményeknek. Főiskolánkon tett látogatást Maximenko Szergely, a pszichológiai tudományok doktora. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán tett látogatást Marusinec Marianna, a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatás, Oktatás és Tudományos Főosztályának igazgatója, és Maximenko Szergely, az Ukrajna Nemzeti Pedagógiai Tudományok Akadémia HS Kosztyuk Pszichológiai Egyetem igazgatója. A pszichológiai tudományok doktora március 22-én. A látogatás során az igazgatóasszony és a professzor főiskolánk vezetőjével, Csernyicskó István rektorral folytatott tárgyalást. A megbeszélésen a felek megállapodtak arról, hogy a jövőben a két intézmény között együttműködési szerződést kötnek. Gazdaságtudományi vetélkedő a Global Money Week 2023 keretein belül. Március 22-én került megrendezésre a gazdaságtudományi vetélkedő a Rákóczi Főiskola, számvitel és adóügy, valamint pénzügy, bank és biztosítás szakos, első-második évfolyamos BSC-s hallgatói és a Rákóczi Főiskola szakgimnáziumának második és harmadik évfolyamos számviteles diákjai között. Az ismeretterjesztő rendezvény témája: tervezd pénzügyedet, ápold jövődet. Egyértelműen felhívja a résztvevők figyelmét arra, hogy erőre ráthatónak kell lenni, gondoskodnunk kell a környezetről és a társadalomról, valamint megalapozott pénzügyi döntéseket kell hozni. A vetélkedő 4 fordulóból áll. Az összesített pontszámok alapján a szakgimnázium csapata érte el az első helyezetet. Zenés irodalmi est Lina Kostenko születésnapja alkalmából. A Rákóczi Főiskola filológiai tanszékének ukrán tanszéki csoportja zenés irodalmi estet szervezett március 22-én Lina Kostenko ukrán kortárs írónő 93. születésnapja alkalmából. Az ukrán tanszéki csoport első és ötödik éves hallgatóinak előadásában a kortárs írónő számos versen megelevenedett ukrán, magyar és angol nyelven. Csonka Tatjana, az ukrán tanszéki csoport oktatója, az est főszervezője kiemelte. A rendezvényre nem csak a főiskolai hallgatók, de a Beregszászi és a Munkácsi járási iskolák tanulói is meghívást kaptak. Annak érdekében, hogy így még inkább megismerkedhessenek a kortárs irodalommal, írónővel. A Rákóczi Főiskola munkatársai Borsiba emlékeztek meg a fejedelem születésnapjáról. Március 27-én a Rákóczi Főiskola munkatársai ellátogattak Borsiba, II. Rákóczi Ferenc szülőfalujába, hogy méltassák a fejedelem születésnapját. Az esemény a tavalyi nagyszabású ünnepséghez hasonlóan idén is széles körű látogatottságnak örvendezett. A színvonalas program részét képezte, hogy a Borsi vasútállomásra érkező zarándokvonat résztvevői egy több száz fős felvonuláshoz csatlakozhattak, amely a Rákóczi kastélyhoz vezetett. A patinás épületben került megkoszorúzásra a Rákóczi szobor. A komoly zenei előadások, a népszerű tárogatón eljátszott indulók mind a fejedelem nagyságát dicsőítették, amely bizonyságot adott arról, hogy szellemisége tovább él népében. Honosították Ukrajnában a Rákóczi Főiskola munkatársainak Magyarországon szerzett tudományos fokozatait.
Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma 2023. március 10-én rendeletet bocsátott ki a külföldön szerzett tudományos fokozatok hazai elismeréséről. A dokumentumban szerepel a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola két oktatójának neve is, akik Magyarországon védték meg doktori PhD fokozatukat. A rendelet értelmében Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma tudományos fokozatként elismeri Pallai Katalin a Debreceni Egyetem humántudományos doktori főiskolájában és Hadnagy István a Debreceni Egyetem földtudományok doktori iskolájában szerzett doktori okleveleit. Gratulálunk a honosításhoz! A főiskola filológiai folyóirata Ukrajna nemzetközi könyvtárának katalógusában. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos folyóiratot indít Acta Academiae Berexa Sciensis filológiai címmel. A folyóirat open access, tehát nyílt hozzáférésű, itt számai ingyen és korlátozásoktól mentesen elérhetőek a folyóirat honlapján. A folyóirat már Ukrajna Vernecki Nemzeti Könyvtárának katalógusában is megtalálható. A folyóirat minden közleménye természetesen a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola publikációtárába is bekerül. Színesítsük környezetünket! A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola filológiai kampuszának művészeti részlegén a főiskola szellemei mellett további alakok, életképek elevenedtek meg. A művészeti részleg munkatársai a hallgatók bevonásaival március utolsó, illetve április első hetében különböző életképekkel, valamint művészeti termek tematikájához illő sziluettekkel vonták be a művészeti részleg melletti falakat. A Kutasi Csaba és Kulin Ágnes irányításával folyó munka célja az volt, hogy a diákokat is bevonják környezetük alakításába, valamint a művészet világába. A Rákóczi Napok programja március 26-án vasárnap kezdődött, amikor is sor került a már hagyománnyá váló Rákóczi Kupa amatőr röplabda versenyre. Az egésznapos sporteseményre 5 amatőr csapat nevezett be. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanárdiák csapata, valamint egy-egy beregszászi, bátyúi, csapi, ungvári csapat. A Rákóczi Kupa nyertese az ungvári csapat lett. Főiskolánk csapata a 4. helyezést érte el. Március 27-én hétfőn került sor a Rákóczi Napok ünnepélyes megnyitójára, amelynek keretében a főiskolánk vezetősége, tanárai és hallgatói megkoszorúzták a Beregszász központjában található II. Rákóczi Ferenc lovas szobrát, valamint a főiskola épületében található II. Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona mellszobrát. A nap második felében pedig ünnepi tudományos tanácsülésre került sor. Ezt követően Rákóczi díjat tüntették ki Szabó Tibort, a határon túli magyarok hivatalának egykori vezetőjét, Martonvásár polgármesterét. Majd átadásra kerültek az intézmény által alapított kitüntetések. Ennek keretében oktatók, főiskolai munkatársak és hallgatók tudományos tanulmányai, kulturális és művészeti eredményeikért, sportban nyújtott teljesítményekért részesültek oklevélben. Végezetül a főiskola felnőttképzési központja által működtetett tanfolyamok végzőseinek ünnepélyes tanúsítvány átadójára is sor került. Ezúton is gratulálunk mindenkinek! Március 29-én szerdán a Rákóczi Napok keretében egy üzleti workshopon vehettek részt a főiskola hallgatói. A rendezvényen bemutatkozott a Kárpátaljai Fiatal Magyar Vállalkozók Szövetsége. Ezt követően Sebestyén Edina, Egresi Éva és Huszár Péter vállalkozók beszéltek arról, milyen kihívásokat éltek meg, hogyan erősödtek meg ezek között, miért gondolják azt, hogy van jövőjük a jelen helyzetben is, Kárpátalján maradva vállalkozóként tovább működni. A nap második felében Csernyicskó István rektor előadta a Magyar Tudományos Akadémián korábban megtartott székfoglaló előadását. A Rákóczi Napok programsorozat
Zárásként március 30-31-én a Nemzetközi Tudományos Konferencián szervezett pedagógiai, pszichológiai, tanítói, óvodapedagógiai, oktatás és intézményvezetési tanszék. A kétnapos konferencia planáris és szekció ülésén ukrajna, magyarországi, lengyelországi, szlovákiai és szerbiai egyetemek neves professzorai, doktorai adtak elő. Krízishelyzetek hatásai és kihívásai az oktatásban témában.